Kolozsváron is egyre többen választják a biciklit a munkába való eljutás eszközeként. A bringázók jó lehetőséget látnak abban, hogy a kellemest a hasznossal ötvözzék. Így vélekednek a Right to Work projekt kezdeményezői, akik idén április óta csütörtökönként változó helyszínen ingyen reggelivel biztatják további tekerésre azokat, akik kerékpárral járnak dolgozni. Kerékpárra csatolható kis táskából, péksüteményből, műzlis joghurtból és almából álló csomagot kapnak ezek a bringások. Idén 20. alkalommal fogadták reggelivel és ajándékkal a kerékpárral munkahelyükre igyekvőket Kolozsváron. A szervezők szerint a kincses városban egyre többen választják közlekedési eszközként a bringát. A szezon kezdetén alkalmanként 90-100-110 kerékpáros jött hozzánk csütörtök reggelente, jelenleg folyamatosan 150-200 fő van jelen, de volt már több mint 300 résztvevőnk is. Az általunk megkérdezett kerékpárosok többsége úgy véli, a reggeli nagyvárosi forgalomban sokszor hamarabb sikerül célba érni, mint autóval, és így a dugókban való hosszas várakozás miatt sem kell idegeskedniük. Sokkal könnyebb munkába jutni ebben a városban biciklivel, mint autóval. Egészség szempontjából nagyon szeretem. A program része egy gyors, díjmentes kerékpárszerviz is, amit csütörtökönként átlagban 50-100 személy vesz igénybe. A leggyakoribb problémák, amivel küzdködünk ilyenkor, azok a fékeknek a beállítása, váltók, lágygumi, akár kormánynak a szöge, magasság, ilyen alapbeállítások, úgy nevezzük. A Right to Work csapata a tervek szerint október végéig lesz jelen csütörtökönként a közösségi oldalukon megjelölt helyszíneken. Ezt követően lezárják a szezont.